virtuális kiállításra invitálja a művészetkedvelőket a Fejér megyei Népművészeti Egyesület, melynek tagjai több közös projektet is terveztek 2020-ban a Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtárral. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt ezek az együttműködések új otthonra leltek a virtuális térben, így az érdeklődők a Művelődési Ház honlapján nézhetik meg az egyesület tagjainak munkáit. A Fejér megyei Népművészeti Egyesület 1984-ben jött létre olyan megyei alkotókból, akik elkötelezettek a népművészet iránt. Az egyesület célja, hogy a népművészet értékeit, a kézművesség hagyományait kutassa és feldolgozza, valamint hogy összefogja és segítse megyénkben minden korosztály számára a tárgyalkotó népművészet megismerését. Az egyesület több díjazott alkotóval is büszkélkedhet, és a kezdetektől jelen van a tárgyalkotó népművészet egyik legrangosabb éves seregszemléjén, a budavári mesterségek ünnepén. A mostani kiállításon Nemes Ferenc, Fehér Csaba, Stirbu Viktor mellett Klugeköves Krisztina, Szűcs Istvánné, Láng György, Nemes Gabriella, Szügyi Éva, Tóth Rajmund, Szarka Pál, Harangozó Rita és Viasz Zoltán munkáit ismerhetik meg az érdeklődők a Művelődési Ház honlapján.